Üdv mindenkinek, Necroclean vagyok, és új gép, új játékok. Crysis 3-ról lesz szó, egy régebbi ígéretet fogok teljesíteni, mert valaki megkérte kicsivel régebben, hogy csinálj egy Crysis 2 multiplayer videót, és lássam el néhány tanáccsal, hogy hogyan is lehet jobban hozzáállni ez a játékhoz, hogy jobban menjen. Ezért fogok beszélni Crysis 2 és Crysis 3-ról kicsit általánosabban, egy kicsit a ruháról, kicsit a játékmenetről, hogyan lehet megszokni, hogyha még nem sikerült megszokni ez idáig ezt a két játékot, legalábbis a multiplayeret, mert ugye el lehet mondani, hogy egy igen gyors multiplayer, egy adrenalin bomba, és itt is jön az első érdekesség ezzel kapcsolatban, mint a legtöbb multiplayer játékkal, ami pörgős, ez így a Crysis-szal is. Erezd el magad, hadd, hogy az adrenalin úrrá legyen a testeden, és gyakorlatilag semmi más ne csinálj, csak ösztönből játsz. Tehát ha egyáltalán jól akarsz játszani, vagy jól akarunk játszani multiplayer játékokkal, pörgős multiplayer játékokkal, akkor gyakorlatilag engedni kell, hogy az adrenalin átvegye a helyet, mert akkor jönnek a megérzések, akkor jönnek a faszatrükkök, akkor érzel rá a gombokra, hogy mit, hogyan kell nyomkodni, úgyhogy akkor igazán olyan trükköket fogsz tudni csinálni, vagy olyan dolgot, amit te magad sem gondoltál volna, mint ahelyett, hogy gondolkodnál. Na most akkor jön ugye egy kicsit Crysis. Kétféleképpen lehet játszani a Crysis-t, lehet egy kicsit higgadtabb módon is, de ugye a legfőbb erénye az, hogy pörgős multiplayer játékot lehet vele csinálni, és azért is játszom csipával, hogy egy kicsit megmutassam a higgadtabb verziót, hogy hogyan használjuk a ruhát, hogy rendben legyen, hogy úgy érezzük, hogy igen, van értelme annak, hogy van ruha, már pedig egyébként sokszor nincs, csak egy ügyes trükk gyakorlatilag, hogy a ruha rajtunk van. Szóval hogyan használjuk mégis a ruhát? Bár a legtöbbször azt mondom, hogy ne használjuk a ruhát, majd látni is fogjátok, vannak olyan helyzetek, amikor tök fölösleges Crysisban ruhát használni, bár nagy segítség, de nem, nincs rá szükség, csak bonyolítja a helyzetet. Ezért én is legtöbbször auto armort használok, ami annyit tesz, ha meglőnek, automatikusan bekapcsolom, mint látjátok, sok ellenfelem azt használja. Tehát ha meglőnek, automatikusan bekapcsol a páncélésen rövid ideig, tud védeni, legalábbis addig tud védeni, amíg lőnek, ezért én auto armort szoktam használni nagyon sokszor. A következő perknek, ha úgy lehet mondani, az a tracker, ami leköveti a ellenfélnek a nyomkövetét, mert például, hogyha átmegy láthatatlanba, akkor látni fogom azt, hogy merre megy. Na, a cloak módot miért és mikor használom? A cloak módot akkor használom, amikor a vér már elönti az agyamat, nem tudom, hogy merre járok és mit csinálok, ezért egy pillanatra le kell állom, hogy körbenézek a pályán, ezért bekapcsolom a cloak módot, lenyugszom, körbenézek a pályán, merre lehet elindulni, és bum, éljen, lehet menni tovább játszani. Csipával is mindig így volt, lőttem egyet, lehetőség volt rá cloak módra, bementem, körbenéztem, nincs senki, oké, vissza, új pozíciót kerestem, cloak mód, kinéztem a következő célpontot, bim. Új pozíció, cloak mód, körbenéztem, mi van. Tehát gyakorlatilag egy Crysisban a cloak módot, vagyis a láthatatlanná tevő dolgot azt így lehet elérni. Hogy érdemes a Crysis megtanulni? Játszani még. Elmész hardcore pályákra, tehát ott, ahol hardcore mérkőzések vannak. Miért? Mert nem figyelsz radart, mert nem figyeled, hogy mikor megy le a páncélod energiaszinte, csak a hangokra hagyatkozol, és hogyha nagyon jól figyelsz, akkor a páncélod, ugye a ruha, a nanoruha, az gyakorlatilag tele van hangokkal, és hangot ad, amikor lemegy az energiaszint, amikor a közeledben van egy ellenség, ugye a proximity alarmal, bármikor hangot ad. Így aztán megtanulod hallani a hangokat egy hardcore mérkőzésen, nem kell odafigyeljél a térképre, nem kell odafigyeljél arra, mikor megy le az energiaszintet, hanem megtanulod használni a hangjait a játéknak, így aztán nem csak a szemedet használod, ha már a füledet is fogod használni, és ez nagyon-nagyon fontos szempont, használjuk a fülünket, próbáljuk meg rákoncentrálni a hangokra, mert akkor gyakorlatilag jól fog működni. Az érzékszervek, az összeset használjuk, nem csak a szemünket, mert a szemünk kevés ez a játékhoz, ezért kell használni a fülünket is, és a hangok, ha megtanuljuk használni, ha figyelni a hangokra, akkor nagy segítségükre lehet ez a játék, mert mint mondom, a ruha rengeteget értesít minket, mikor megy le az energiaszintünk, mikor van veszély körülöttünk, és ezekre meg tudunk figyelni, már egyel kevesebb dolog, amire a szemünk kell figyelni, úgyhogy tanuljuk meg hangokra figyelni Crysisban. Továbbá ott vannak ugye a kis halálfeljelzések, amik hát már Call of Duty óta és az összes játékban ott vannak.
ezekre nagyon érdemes figyelni, merre futnak a társai nagyjából, merre vannak a fegyverhangok, merre van lövöldözés, ugye jó fülhatóval lesz, mert lehet játszani. A Crysis egyébként is jól van optimizálva ebből a szempontból, hallani, hogy merről jönnek a lövések. Úgyhogy tényleg figyeljük a hangokra, és egy gyors játékot lehet összehozni. Ez igaz, Crysis 2, Crysis 3-ra és Crysis 2-ben annó játszottam még a laptoppal, több-kevesebb sikerrel, mennyi FPS-en volt, annyi tudtam lőni, körülbelül tehát 10-et, de élveztem a játékot, és ott tudottam meg igazán rá figyelni, hogyha kezdő vagy Crysisban, mint én is kezdő vagyok, ugye Crysis 3-ban is, még Crysis 2-ben is el lehet mondani, az egyetlen dolog a nanoruha, ami igazából annyira nem fontos, mint amilyen fontosnak látszik. Ha igazán szabadon akarsz játszani, ne koncentrálj arra, hogy nanoruhát kibe kapcsolgatod, hanem csak menjél. Ha eltalálnak, bekapcsol az autoarmor, ügyekez így használni, hogyha pedig gyakorlatilag jobbra-balra kell mászkálja a pályán, akkor ne cloak módba tedd, mert csak energiát használ, aztán az autoarmornak nem jut, hanem gyakorlatilag fuss, pörölj, ne állj meg, mert a Crysisban kempelni szinte lehetetlenség, így aztán mindig, tehát energia bekapcsolás nélkül tedd meg, gyakorlatilag úgy fuss, látod, mint ez az űrgé is itt, elhasználta az energiáját, ezért helyből le lehetett ütni, szóval ezt nem érdemes. Lassan itt már hívnak telefonon, úgyhogy véget ér a kis kommentárom, remélem hasznos volt és élvezetes. Igyekeztem egy normális játékot összeválogatni, ahol normális jelenetek vannak. Na, itt hívtak telefonon, ezért még egy lövést bevittem. Köszönöm a figyelmeteket, következő Crysis videóig, vagy következő mindegy milyen videóig. Sziasztok!